Jó, akkor kezdhetem? Igen. Kezdhetem is, jó. Tehát azt hiszem, hogy bátran ki lehet azt jelenteni, hogy Csorba Győző volt a legfontosabb, legjelentősebb 20. századi pécsi költő, aki nem csak hogy egy nagyon jelentős lírai életművet hagyott hátra, hanem a pécsi irodalmi életre gyakorolt hatása is nagyon jelentős. A legfontosabb pécsi irodalmi folyóirataknak, így a Sorsunknak, a Dunántúlnak, a Jelenkornak nagyon aktív szerkesztője volt, fontos formálója volt ezeknek az orgánumoknak. A legkülönbözőbb generációkhoz tartozó fiatal költők is tanáccsal fordulattak hozzá. Az ifjú Bertók Lászlótól a fiatal Túr Krisztináig sokan kérték az ő segítségét, kikérték az ő véleményét. Tehát azt hiszem, hogy a pécsi irodalmi élet, 20. századi pécsi irodalmi élet az elképzelhetetlen lett volna Csorba Győző nélkül. Az a vers, amelyet te választottam, nekem nagyon, nagyon kedves költemény. Nagyjából úgy képzeljük el a dolgot, hogy a költő kinéz a szobája ablakán, egy este a városban, igazi pécsi versről van szó, és elmereng, nincsen a tekintetének semmi tárgya, a pillantásának semmi tárgya, és egyszer csak eszébe jut ebben a merengő állapotban, hogy lehet, hogy 500 évvel ezelőtt ugyanígy nézett ki egy másik nagy pécsi költő előd, nevezetesen Janus Pannonius az ablakán, szobájának az ablakán, és ez a sors közösség, ez összekapcsolja őket. De közben a vers nem csak a múlt felé tekint vissza, hanem a jövőre is előre nyúlik, és elképzelni azt a helyzetet, hogy majd lesz évszázadokkal később egy olyan fiatal költő, aki hasonlóképpen kinéz majd az ablakán, elmereng, és összekapcsolja a képzeletében mint Csorbát, mint pedig Janúszt. A versnek a szép szavával összegondolja őket. Ami szerintem a leginkább megkapó ebben a versben az, hogy egyszerre jelenik meg itt egy nagyon erőteljes költői öntudat, ami Janus Pannonius nagyon is jellemző volt, Csorbától sem állt messze, de közben a költői létnek a törékenysége is szóhoz jut ebben a versben. Ez legszebben talán a fázékony árvaság szókapcsolat fejezi ki. Ami egy utalról is tanúskodik, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon terhes szót, mint az árvaság, érvényesen és hitelesen megszólaltatni egy mai költeményben. Úgyhogy nagyszerű a vers. Egy ilyen este, mondjuk csípős, nyers, nyári csöndes, mikor levél csak itt-ott, mikor ritkán remeg csak, mikor belé fogózni, mikor nincs már mi tárgyba, nincs már mi gondolatba, egy ilyen este mondjuk ültél ablakodnál a város oldalában, néztél a vaksötétbe, s nem tudtál megfogózni. Janus bátyám, öcsém, te. 500 bércein túl, vad messze tőlem, egy ilyen este mondjuk, pár ezred bércein túl, mikor levél, stb. Ül, mert hát akkor is lesz egy költő, egy jövendő. Ül vaksi ablakánál a város oldalában, néz a vaksötétbe, és nem tud megfogózni, de emlékezni tud még. S minket 500 évnyi bérc két szél távolából, Janus bátyám, öcsém, te, fázékony árvaságban, irigy nosztalgiával. Talán majd összegondol.